Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Szent István ünnepén, augusztus 20-án, illetve a kapcsolódó eseményeken nagyon sok székesfehérvár, illetve Fejér megyei szakember vehetett át különböző elismerést. Az egyik legrangosabbat ebben az esztendőben olvasom a Szent György Kórház vezető főorvosának munkásságának elismeréseként Áder János, a Magyar Köztársaság elnöke, Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta. Gratulálok, hogy tisztelettel köszöntöm. Gratulálok mindannyiunk nevében. Azt hiszem, hogy jó helyre került. Még annyit hozzátennék, hiszen ez szerepel a laudációban, hogy dr. Gervan Judit Batyán és Stratmann László díjas orvos, Romhányi díjas, teszem én hozzá, az egyes belgyógyászat gastroenterológia főorvosa, gastroenterológiai UH laboratóriumának és molekuláris diagnosztikai egyetemi oktató laboratóriumának vezető főorvosa. Több évtizedes tudományos munkája során szerzett főként a hepatitis vírusos fertőzésekkel kapcsolatos kutatásaival, valamint a betegség országos szűrésével és kezelésével összefüggő tevékenységével érdemelte ki a nívós elismerést. Hát igen, több mint 40 esztendővel ezelőtt kezdte meg munkáját a Fejér megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházban, és hát mint tudjuk, hiszen számtalanszor elmondta, megszállottja orvosi hivatásának. És hát evezz a mélyre egy kicsit, tartja a mondás, és ez így van jól, hiszen szeretnénk megtudni, hogy miként választotta először is, miként választott hivatást, miként választott szakirányt. Hiszen az a fajta elkötelezettség nyilván mindenkiben, aki a hippokratészi esküt komolyan veszi, és előre gondolkodik a jövőjén, ott van. Ugyanakkor nagyon kevesen érdemelnek ki, érnek el olyan nívós szakmai munkával elismerést, mint ön. Kezdjük az elején. Igen, hát talán a ifjúkorom, székesfehérvári születésű vagyok, az édesapám családja székesfehérvári. Édesanyám Jász Berényi, ott ismerte meg ifjú lányként édesapám, és aztán, hogy elvette feleségül, Szegeden járt egyetemre, és utána összeházasodtak, és jöttek Fehérvárra. Tehát én Fehérváron születtem, itt éltem végig, és az édesapám tanár volt, de aztán 53-tól, mint műszaki ember a fékszerkesztésbe tervező mérnökként dolgozott. Egy nagyon-nagyon okos, és nagyon nyitott, és széles látású ember volt. Édesanyám meg a békés családot, és a nyugodt, kiegyensúlyozott családot biztosította. Számukra egy bátyám van, ketten vagyunk testvérek. Most a bátyám orvosnak ment, Szegeden végezte az egyetemet, és akkor már valahogy úgy volt, hogy akkor én is megyek utána Szegedre orvosnak. Én nagyon szerettem a humán és a reál tárgyakat is tulajdonképpen, de aztán így valahogy a Miska nyomdokain én mentem Szegedre, és én is Szegeden végeztem. Sok szerencsés momentum volt az életemben, a szakmámban. Rögtön elsőbe a bátyám instrukciója volt, ő akkor már 5 éves volt, hogy egy rendes orvosta hallgató az diákkörös valamelyik tudományos laboratóriumban. És hát akkor én is jelentkeztem, és a Sors Varró professzor laboratóriumába vezetett, ez egy gasztroenterológiai laboratórium, aki egy szenzációsan okos ember volt, Bell Klinikának aztán a professzora volt, és én ott dolgoztam 5. év végéig kutatásba. Tehát nekem a laboratóriumi munka az természetes volt, és nagyon szerettem, nagyon sok okos emberrel találkoztam. De édesanyámnak megígértem, mert a bátyám Szegeden maradt, ő sebész urológus lett, hogy én hazajövök, mert ő belebetegedett, hogy mind a ketten elmentünk, és én megígértem, hogy én végzés után hazajövök. Úgyhogy amikor a professzor többször megkérdezte, hogy Jutka, kérem, marad a klinikán, vagy nem, mert ugye akkor 1-2 állás volt, és 25 jelentkező, hát akkor mondtam, hogy köszönöm, professzor, nagyon megtisztelő, de megyek Fehérvárra. Tehát nagy volt a kísértés, igen, és mégiscsak hazatért. Úgyhogy hazajöttem Fehérvárra, amitben nagy segítség volt, hogy a férjem, Simon Gábor, aki ugye szintén itt a kórházban tölti még mindig az életét, ő hajlandó volt eljönni velem. Nem akart a szegedi klinikákon maradni, és eljött velem. Ő 1 évvel fölöttem járt, és így ketten jöttünk
Székesfehérváron. Ez egy legendás időszak volt, hiszen számtalan fantasztikus tudású főorvos érkezett, akik ma főorvosok, fiatal, éppen végzett medikusok lepték el, ha úgy tetszik, a Szent György kórházat, és elindult valami új. Az orvoslásban is van ilyen, nyilván intézményi keretek között is van, hiszen igazából az önök érkezésével, és Simon főorvos úr, és még jó néhányan, Árpi bácsi, tehát Góglár Pádra gondolok, és a többiekre, indult el valami, ami az élvonalba vitte a Szent György kórházat. Igen, első években ez egy ilyen kanyar volt az életemben, de nagyon szerencsés kanyar. Én gasztroenterusnak jöttem be, belgyógyásznak, és kiderült akkor, hogy nincs állás a belgyógyászati osztályon, többen dolgoznak, mint állás, mint ahány állás van, és akkor felajánlották, hogy vagy laboratórium, vagy radiológia. És akkor mondtam, hogy hát akkor a laboratórium, úgyhogy én így a laboratóriumba kerültem, ahova én sírva mentem le bemutatkozni, akkor a kis József volt a főorvos, ő meghalt aztán, de egy nagyon-nagyon szerencsés szerencsétlenség, így mondom, mert egy fél év alatt a kollégákat nagyon szeretem, ma is nagyon értékelem a laboratóriumi diagnosztikát, megtanítottak mindenre, és én ott kezdtem el dolgozni. És abból a fél évből 7 év lett tulajdonképpen, amit én ott eltöltöttem, de ez egész mai életemig egy akkora tudást adott, egy akkora pluszt leszakvizsgáztam, tehát laboratóriumi diagnosztikából, és amikor Góglár Árpád főorvos és a csapata megérkezett Fehérvárra 79-ben, akkor kerültem át a belgyógyászatra, és kezdtem el a belgyógyászatot, és ott főleg májhasnyálmirigy, ez volt a két fő témám. Igen, hát Árpi bácsi számtalanszor elmondta itt ebben a stúdióban is, hogy a 70-es évek vége az volt a nagy áttörése a kórház szempontjából, hiszen rengeteg tehetséges fiatal érkezett, akik elhivatottak voltak, és hát nyilvánvaló, hogy megtettek mindent azért, hogy eljussunk a máig voltak éppen. Kik voltak a példaképei, főorvosasszony? Voltak-e hát, példaképei? Hát kellenek-e egyáltalán egy orvosnak példaképek? Igen. Akit, mint mondtam, Varó professzor volt az egyetem éveim meghatározója, de ma is, még éjjel 97 éves, de a megyek Szegedre még meglátogatom, és még szellemileg mindig tiszta. A másik nagy szerencsém Góglár Árpádnak az idejövetele Pécsről 79-ben, mert vele jött ugye Solt főorvos, aztán Simon Kornél, itt volt Takácsi főorvos, és a Törő főorvosnő, mint kardiológus. Ők egy egészen új szemléletet hoztak, ez egy teljesen elhanyagolt belgyógyászat volt, műszerpark az nulla, és akkor kezdtük el az építését ennek, és közelmúltban egy beszélgetésben mondtam azt, hogy abban a szerencsés helyzetben voltam én is, és többen még, hogy együtt haladhattunk ezen az úton, amit a főorvosok építeni kezdtek a belgyógyászatba. Amellett a tudományos élet addig itt nem nagyon volt, tehát ők behozták a magyarországi tudományos lehetőségeket és a külföldit is. Tehát inspiráló volt az a szellem, hogy elkezdtünk dolgozni, kutatni, tehát nem csak a fonendoszkóppal kezelni és gyógyítani, ami nagyon fontos volt, de szenzációs nagy vizitek voltak, mindig azt mondom, többet tanultam egy nagy viziten, mint egy tankönyvből talán. Havonta voltak, vagy hetente voltak nagy vizitek, és ott minden beteget végigbeszélgettünk. Nagyon színes volt a belgyógyászat, színes lett a belgyógyászat élete, fölépült a belgyászat szépület, ez a 4 emeletes. Amit pulmonológiának hívunk még mindig, azt az épületet akkor lett felújítva, mert az egy elhanyagolt rész volt szintén, és 365 ágyas belgyógyászat lett Székesfehérváron. Nem volt Európában ekkora belgyógyászat egyik. És a különböző szakterületek ugye le lettek osztva, kardiológia, anyagcsere, máj, pankreás, endoszkópia, és mindegyiket egy nagyon-nagyon okos ember vezette, és hát mögé a csapat felsorakozott. Tehát Bolyai Jánossal élve a semmiből egy új másik világot teremtettek, ha úgy tetszik. Mielőtt folytatjuk, azért van egy mulasztásom, hadd mutassam meg a nézőknek az elismerést.
Áder János aláírásával. Igen, ezt államtitkár adja ezt. Igen, az és államtitkár adta. No. Vagy elnézést, köztársasági elnök ajánlásával. Köztársasági elnök ajánlásával. No, tehát a szakirányválasztás, igen. Viszont erről nem beszéltünk. Igen, tehát én gasztroenterológus akartam lenni, és a gasztroenterológiának egy ága a máj és a hasnyálmirigy betegségek. Az is a gasztroenterológia, van a gyomor, béltraktus, az főleg az endoszkóposok művelik, és, de hát ezt nem is lehet elválasztani, de a hepatológia, a májbetegségek és a pankreász, ez pedig megint egy, meg epe máj, hasnyálmirigy, így van tulajdonképpen. Ez megint egy aránylag elkülönülő szelete a gasztroenterológiának, és én ezt is kaptam indításként javaslatnak, de Gógl Árpádnak is a máj, a hepatológia volt a Pécsről elhozott egyik szakterülete. És ekkor még ennyit, hogy ehhez hozzájárult az, hogy rögtön azzal, miután nekem egy laboros múltam volt, főorvosi javaslatára létrehoztunk a belgyászaton belül egy laboratóriumot, amelynek a minden speciális vizsgálatot elvégeztünk, tehát ez ott volt, ezt én vezettem, és ebből nőtek ki aztán, ha majd beszélünk róla, később az úgynevezett hepatitis molekuláris diagnosztikai laboratórium, viszont most már országos. Az, hogy a gyógyítás és a tudományos munka mindvégig kézenfogva járt önnél, ez tudatos volt mindenképpen. Igen. Én engem mindig érdekeltek a csatolt tudományok, tehát csak a betegágy mellett akkor lehet jó gyógyítani, ha az ember ismeri azért a kiegészítő területeket és a diagnosztikát. Tehát én egy diagnosztika hívő valaki vagyok, ezért szerettem meg a laboratóriumi diagnosztikát is, és a mai napig is hát óriási előnye a kórháznak és a betegeknek, hogy mindent meg tudunk csinálni itt helybe. Ugyanígy kezdtem el az ultrahang vizsgálatot, mert az a véleményem, hogy egy gasztroenterológusnak ma tudni kell saját maga is ultrahangvizsgálatokat végezni, és így az osztályon létrehoztuk az ultrahanglaboratóriumokat, a különböző úgynevezett intervenciós beavatkozásokat, és hát a kollégáim is megtanulták, és az osztályunkon saját magunknak van 2000 óta egy ultrahanglaboratórium. Ez megint egy nagy lehetőség. Aztán most az új készülékekkel teljesen speciális, mert kontrasztanyagos ultrahangvizsgálatot tudunk, ami tumorkimutatásra jó, máj tömöttségvizsgálatra, máj fibrózisra, szintén ez a készülék alkalmas. Úgyhogy igazából ugye a CT-nk megvan, MR, endoszkópiánk megvan, ha szükséges. Egyedül a májtranszplantációs klinika, ahova én küldök tovább beteget innen a kórházból. Minden más meg tudunk a kórházba tenni. Nos, alig egy hónapja, akkor még messze volt augusztus 20-a, láthattuk vendégül önöket, Gógl Árpáddal együtt, mint a Nemzeti Hepatitis Bizottság tagjait, hiszen ott volt a nagy előd, ön, aki méltó folytatója mindennek, és akkor egy széles körű tájékoztatást kaptunk a betegség gyógyításának jelenlegi állásáról, illetve az orvostudomány oldaláról természetesen. És pontosan ezért kérem, hogy egy kicsit menjünk vissza. Most 1989 kapcsán nem a rendszerváltásról esik igen. Szó, semmiképpen sem, hanem a vírus felfedezéséről. Hiszen ez volt az első pillanat, és ön végigkísérte azt a folyamatot, ami eljutott addig, hogy ma már azért jól állunk, ha úgy tetszik. A C-vírust 89-ben fedezték fel, a hepatitis C-vírust, ami addig egy ismeretlen kórokozó volt, és nem is tudtuk se kimutatni, se kezelni. És ez egy vérrel terjedő vírus, és 89-ben leírták, és 91-ben voltam életemben az első nemzetközi konferencián, ahol három napon keresztül japánok, amerikaiak, mindenki erről adott elő, hogy a hepatitis C vírus ismert lett, és vajon hogy tudjuk kimutatni, és majd a kezelését. És 92 nyarától Magyarországon 7 centrum megkapta azt a jogot, hogy kezelje a betegeket egy akkor rendelkezésünkre álló gyógyszerrel, amivel az elején sok mellékhatás volt, az eredmények nem voltak 100%-ig tökéletesek, de a diagnosztikát pedig a Fehérvári Kórház vállalta, tehát a laboratóriumunk vállalta fel, és innentől kezdve tulajdonképpen az ország összes ilyen máj centruma, ahogy azért nőtek a centrum számok, most már 33 centrum van,
az ő betegeiknek a vérét is hozza a futár, és végezzük ezeket a speciális vírus molekuláris vizsgálatokat, és ezzel fölfejlődött a laboratórium, és közben kezeljük is a beteget, tehát a hepatológián belül. Ma eljutottunk oda, nem ma, 2015-16-ban, hogy tablettás gyógyszerek jelentek meg. Mellékhatás szinte semmi, és az eredményessége az olyan 99%, tehát azt mondhatjuk, hogy egy negyed évszázad telt el, ez megint egy szerencse mindig, hogy mint hepatológus ezt a negyed évszázadot én végig követhettem, diagnosztikában és terápiában is, és hát ma már meg tudjuk gyógyítani a krónikus C-hepatitiszt. Ugye a diagnosztika fejlődött, a terápia nem különben, ugye injekciókúrával kezdődött, aztán tabletta, immunerősítő gyógyszerek, és mindez azért, ezzel folytatjuk, de azért a szakmai sikereket is meghozta. Egyik oldalról ugye a szegények orvosáról elnevezett díj, ez egy nagyon-nagyon fontos, hiszen rá úgy emlékezünk Batthyány Stratmann László hercegről, hiszen herceg lett a végén, és mégis a szegény orvosaként ismerjük, mint aki szintén azt a harmóniát, azt az elkötelezettséget képviselte, amit ön is hirdet. Batthyány Stratmann díj talán a szakmaiságnak a csúcsa. A csúcsa. Igen. Tehát azt a szakma ítéli oda, és az valóban a szakmai elismerése az ember munkájának, ez egy nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon nagy öröm, hogy ezt akkor megkaptam. És hát aztán azért a munka ment tovább, tehát én nagyon örültem, mindig nagyon-nagyon jól esik persze az embernek a kitüntetés, de attól függetlenül dolgozunk ezzel. Még nem engedem el ilyen gyorsan, igen, mert hogy a Romhányi díjról is kell, hogy beszéljünk, igen, hiszen azok az emberek, akikről beszéltünk, ugye akik megteremtették annak a lehetőségét, hogy a Szent György Kórház ismert, elismert legyen, az ő professzoruk volt, Romhányi professzor, ugye Árpi bácsi, nagyon sok mindenki, hadd nem soroljam, és esztendőről esztendőre a Romhányi díj az egy olyan elismerés, amit hála Istennek kitaláltak, mert így legalább egy kicsit nem csak a betegségek kapcsán kerülnek fókuszba az orvosok. Uh-huh. És azt ugye 2017-ben szintén megszavazták. Ez megint egy szintén nagyon nagy tüntetés és megtisztelő, mert ezt megint kollégák ítélték. Ez a bizottság ítélte oda a Romhányi emlékért, mert hatalmas öröm volt, és nagyon, ezt tudom mondani, hogy nagyon nagy megtiszteltetés. És sok érmet kaptam, de vannak közte ilyen nagyon szívemhez közel állók és megtisztelők. Jó, tehát akkor a hepatitis C-nél tartottunk. Igen. Van A, B, E, de ezzel különösebben, igen, sok dolgunk nincs, a C-vel annál inkább. Melyik volt az áttörés a diagnosztika fejlődésében? Vagy? A vírusnak a saját nukleinsav, tehát a vírus részecskének a kimutatása, mert addig csak egy ellenanyagot tudtunk hosszú ideig kimutatni, és aztán utána a ribonukleinsav, a vírus genetikai öröklődő állományának a kimutatása, ez a polimeráz láncreakcióval. Ez az egész molekuláris diagnosztikában, mindenben, nem csak a hepatológiában, meg a vírus diagnosztikában, mindenben ez óriási áttörést hozott, és bevezettük. Azon pillanatban, 94-ben kaptunk egy műszert, amivel el tudtuk kezdeni a nukleinsav kimutatást, nem volt annyira speciális, és ahogy az az egy-két cég, aki a világban ezt a diagnosztikai gépparkot fejlesztette, ahogy fejlesztették a készülékeket, ugye a laboratóriumunkban egy-két hónapon belül megjelentek mindig a sokkal érzékenyebb, sokkal specifikusabb és automatizált készülékek, úgyhogy tulajdonképpen végig élveztük és használjuk a diagnosztika adta lehetőségeket. Ma, ami ahogy fel van szerelve a laboratórium, ez nemzetközi, ennél érzékenyebb műszerpark nem létezik. Tehát a legkisebb, néhány egységnyi vírus ki tudjuk mutatni a vérből. Ez egy nagyon-nagyon jó dolog. A terápia változásáról is esett szó, hiszen ugye úgy kezdődött, hogy injekciókúra, tabletta, immunerősítő gyógyszerek. Hol tartunk ma? Ma ott, hogy nincs már várólista tablettára, évekig, olyan a tízes években. Hát akkor volt, aki két évig várt a gyógyszerre. Nagyon drágák a gyógyszerek,
valahol megérthető, mert 10-15 év kutatásból lesz aztán egy molekula, ami befut gyógyszerként. Kezdetben ilyen volt, hogy 35 millió forint volt az első tablettás készítmény külföldön. Nagyon szerencsésen ezeknek az ára, ugye minél több cég kifejleszti, egyre olcsóbb lesz, és az állam egy nagyon korrekt keretet biztosít, a gyógyszergyárak is partnerek ebbe, leengedték az árakat, úgyhogy ma Magyarországon, amikor igazolunk egy betegnél, hogy idült krónikus C-hepatitis, tehát C-hepatitis fertőzése van, 2 hónapon belül megkapja a tablettát. Bejárnak 4 hetente a gyógyszerért, futárhoz a névre szólóan a kórházi gyógyszertárba, és jönnek a hepatológiai szakrendelésre oda, és 12 hét után gyógyultak. Bűvös szó az orvoslásban a prevenció. Tehát a feltételrendszer adott hozzá most már, hiszen egy olyan új szűrőrendszert indítottak el, ami azt hiszem, hogy nagyon sokat segít ebben. De hogyan lehet ezt kiterjeszteni úgy, hogy hiszen valahol olvastam, hogy a kórházban dolgozók számára ez felajánlott volt, aztán most már majd csak kötelező lesz, jól emlékszem? Már kötelező. Igen, mikor jut el a köznapi emberekhez, hogy mindenki szabadon igénybe vehesse, vagy ez már most is így van? Mindenki szabadon, igen, most is így van. Hosszú évek óta mi például egy évben legalább 2-szer ingyenes szűrést ajánlunk fel. Mert a szűrővizsgálat az alapja a történetnek. Igen, a szűrővizsgálat. Ilyenkor egy ellenanyagot mutatunk ki, ami jelző markere lehet. Nem biztos, hogy még mindig fertőzött, lehet, hogy csak régen volt és abból meggyógyult, de ez az ellenanyag ott marad. De aki ellenanyag pozitív, az utána behívjuk. Tehát, ha egy beteg szeretné magát leszületni, akkor rendelkezésre állnak a szerológiai vizsgálatok, ezt úgy hívjuk, és amint pozitív lesz, a 33 máj centrum valamelyikébe akkor beutalják, és onnantól pillanatok alatt megy a kivizsgálásra és a gyógyszerrendelés. Központi a gyógyszerrendelés, külön bizottság hagyja jóvá, és a NEAC-nak szintén havonta van egy bizottsága, akik áttekintik, és következő hónapban pedig hozza a futár a kórházba névre szólóan a gyógyszereket. Tehát a köznapi embernek, ahogy kezdtük gondolom a gondolatot, az, hogy régóta erőltetjük a szűrést. Ez mindig az alapja, mert most már elértük a diagnosztika csúcsát, a terápia csúcsát, azt kell mondanom, de hát akkor most már a betegeket találjuk meg, és miután ez egy tünetmentes, sokszor tünetmentes beteg, de néhány évtized után pedig megjelenik a májzsugorodás, meg a májtumor, tehát ezt meg kellene előzni, időbe észre kellene venni, fel kell kutatnunk a betegeket, ezért jönnek a szűrések. Na most a rizikócsoportokat állítottunk fel. Létezik a Magyarországi Hepatológiai Szekció a Gasztroenterológiai Társaságon belül, de kialakult, létrehoztak egy nemzeti hepatitis bizottságot, 80 vagyunk benne, miniszteri megbízásunk van, és hát kicsit a mi feladatunk is az, hogy támogassuk és az utat jelöljük ki, hogy országosan ennek a szűrése milyen szakaszokban, hogy történjen. Most az első az úgy indult, hogy az egészségügyi dolgozók. Ezt 15-be adtunk már be egy kérvényt, azóta ezt hajtottuk, és most megjelent ennek a rendeletnek a módosítása, miniszteri rendeletmódosítás, hogy augusztus 2 óta minden egészségügyi dolgozót kötelezően le kell szűrni. Tehát eddig önkéntes volt, sokan nem jöttek el és féltek, most kötelező, mert ha viszont pozitív, akkor pillanatokon belül meggyógyítjuk. Ami még ezt azért mondanám, hogy ez kiegészíti ezt a rendeletet az, hogy aki esetleg olyan szakterületen dolgozik, ahol eltiltanák a fertőzöttség miatt, például egy fogorvos vagy sebészt, azt is összesen csak 4 hétig nem vehet részt aktívan ezekben az intervenciós beavatkozásokban, mert 4 hét után már vírus negatívvá válik, és akkor visszaengedi már a szakma a mindennapokba. Nem akarom ezt tovább, igen. Jó. Tehát ez egy nagy siker történet, de következnek terheseknek megindul, nem csak bére, mert bére szűrték, hepatitis bére, most már C-re is,
katonasság, rendőrség, mentősöket, ők is benne vannak a szűrésekben. Egy nagy százalékát adja a fertőzötteknek, akiket elég nehéz elérni, és rávenni, 12 hétig vegyék be a gyógyszert, de mégis ők egy nagy fertőző forrás, a droghasználók. A droghasználók, akiket valóban meg kell gyógyítanunk, mert szórják a betegséget. Igen. Ugye vérrel terjed, tehát szórják. Úgyhogy a droghasználók is, és nagyon intenzíven foglalkoznak velük. Tehát ez most már egy elfogadó. Tehát bizakodó. Igen. A régi idők fociában mondta ki Gras Dezső, hogy kell egy csapat. Én azt gondolom, hogy az ön munkájában, hivatásában is kell egy csapat. Miként választott olyan munkatársakat magának, akik nyilván közvetlen részesei a mindennapi munkának és a sikereknek is? 98-ig másodfőorvos voltam főorvos mellett. Akkor építettük tulajdonképpen a hepatológiát, pankreász, epebetegségeket, és ő elment 98-ban miniszternek, és akkor kaptam még ennek a résznek én meg a vezetését. Nagyon-nagyon érdeklődő, okos és nagyon jó kollégák jelentkeztek az osztályra. Akkor azért még bőven duskáltunk a választható jelöltek között, akik lelkesek. Én azt kell mondani, hogy az egész osztályon a kollégák egy nagyon lelkes csapat, úgyhogy ketten-hárman mentek el, volt, aki családorvosnak, volt, aki egy kollega, aki ment üzemorvosnak, de közben ő is bejár szakrendelni, tehát a szakmától nem szakadtak el, és viszik tovább ezt a szeretetet. Nos, ugye ismétlem én is, keretbe zárjuk a történetet, a gyógyítás, a tudományos munka és a család harmóniája jelenti a boldog életet. Én azt gondolom, hogy ez az elismerés ismét meghozta. Milyen gondolatokkal fogadta az értesítést? Váratlan volt, de természetesen nagyon örültem. Itt kell megemlítenem, mert ugye a családot említette, hogy abban a szerencsében van részem, hogy a férjem az élete, a gyerekgyógyászat, a kórház és a betegellátás, és ő ezt az érmet megkapta már 3 évvel ezelőtt, tehát én ott voltam akkor az érem átadásakor, nagyon boldog voltam, és hát most szintén nagyon boldog vagyok, hogy ezt megkaptam. Tehát ebbe az, hogy az ember ide eljutott, abba biztos van egy érdeklődési terület, egy aktivitás, egy szeretem a kihívásokat, és meg is oldani őket, tehát minden ilyen, de ehhez kell azért egy olyan háttér, ahol ugyanúgy gondolkodik a partneri. Tehát a férjemmel, nem is tudom elképzelni, hogy egy más szakterületen dolgozó ember, hogy értené meg sokszor kezdetbe a havi 10 ügyeleteket, a tudományos munkát, a hosszú időn keresztül az ember cikkeket ír éjszaka és dolgozik, ha ő nem ugyanezt csinálná. És még egy ilyen gondolat a családhoz, hogy egy nagyon pozitív élményünk az a férjemmel, hogy mindkét gyerekünk orvos lett. Nem szántuk arra őket, ők választották mind a kettőt, és nagyon sikeres orvosok. Tehát ez azt mutatja, hogy semmi lelki törést vagy hiányérzetet nem okozott gyerekkorukban az, hogy anyu, apu dolgozik, megkérdezték, hogy ma ki ügyel, és akkor jól van ezt, ők ebben nőttek föl. És mind a kettő maga választotta, és mind a kettő a fiam is az intenzív osztály vezetője, gyerekkardiológus Budapesten a kardiológiai intézetbe, a lányom meg Bécsbe egy tanszékvezető professzor lett, aki szintén orvos közgazdász. És teljes életet élnek, és amikor összegyűlünk, akkor szokták mondani, hogy nem unalmas. Hát nem, mert majdnem mindig azért az egészségügy valahol téma, és feljön, és ez így nagyon-nagyon jó, így kerek az egész. Köszönöm, hogy mosolyog a szemem. Én köszönöm szépen. És köszönöm, hogy megtisztelt, és még egyszer mindannyiunk nevében köszönöm, gratulálok. Kedves nézőink, Germán Judit volt a vendégem, aki ebben az esztendőben, augusztus 20-án nemzeti ünnepükön Magyar Arany Érdem kereszt kitüntetést vehetett át. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra!